gazdag. Ó, milyen csodálatos ez a mai nap. Jaj, ezt a pólót már kétszer hordtam. Iskola után elmegyek és veszek magamnak néhány új ékszert. Rám fér. Szegény. Remélem ma jó idő van odakint, mert a kabátom teljesen beázik. Egy kis lyuk, semmiség, még hordható. Kár, hogy nincs pénzünk mosóporra, de remélem nem veszik észre. Gazdag. És itt van a krémem aranykivonatta. Milyen pasztát használjak a fogmosáshoz? Arannyal vagy tintahal festékkel dúsítottat? Ezt választom. Szegény. Ismét nincs víz. Oké, megmosdok az iskolában. Megcsinálom a hajam és szépség leszek. Még jó, hogy van még fogkrém. Gazdag. Aj, már elegem van ebből a vörös kaviárból. Friss narancslé. Frissen szerettem volna mangót. Úgy reggelizek, mint egy hajléktalan. Jobb eteszem az iskolába. Szegény. Hú, ez egy ünnepi reggeli. Kenyér, sőt vaj. Itt jól fogok lakni. Víz is, szuper. Gazdag. Melyik pénztárcával menjek iskolába? Ezzel vagy ezzel? Ez tökéletesen passzol a kinézetemhez. Szegény. Ó, egy zacskó. Ez jó lesz a suliba. És milyen jó zacskó vagy. Na mindegy. Majd befoltatom és olyan lesz, mint az új. Gazdag. Ma nagyon kevés a zseppénz. Pénzt kell spórolnom. Késésben vagyok. Milyen autó ez? Hol van a limuzinom? Szia, anya! Én nem megyek ezzel, jobb lesz gyalog, mint ezzel a rontással. Oké, várok. Jó. Szegény. És ez elég lesz vajon ma buszra? Basszus, még buszra sincs elég. Na se baj, 2 óra az iskoláig, még időben vagyok. Mit csinálsz itt? Nem tudnál otthon mosni? Semmi között hozzá. Fú, még itt mosakszol. Hagyd abba, a parfümödnek gusztustalan szaga van. Tudod, mennyibe kerülnek ezek a parfümök? Még álmodba se képzelnéd el. Jobb büdösnek lenni, mint ez. Nincs ízlésed. Fú. Mi az? Leona VIP helyet akar magának. VIP helyet? Megőrült? Megengedheti magának. Nevetséges. Szia, kezet mostál? A fenébe, most mindent el kell vinnem a tisztítóba. Gyerünk! Kittim, beszélni akarok veled. Igen, Nika néni? Te vagy az egyetlen, aki nem adta be a pénzt az új bútorokra. Később hozom, ígérem. Oké, de már vettünk mindenkinek bútort, kivéve neked. És mit tegyek? Amíg nincs asztalod, a földön fogsz ülni a terem végében. Ó, ember, Leona asztala majdnem aranyból van, én meg a földön ülök. Sajnálom, nem tehetek semmit. És most vegyétek elő a fizeteket és a tollakat. A fenébe, otthon felejtettem a tollam. Van egy tartalékom, oda adjam? Szerinted egy egyszerű tollal fogok írni? Semmiképpen. Halló,
Futár? Új torra lenne szükségem. Ez ám a sebesség. Ír, remek. Ettől nem kell több. Tanárnő, úgy tűnik elit iskolánk. Pontosan. Akkor Kitty miért nálunk tanul? Ő az iskolánk szégyene. Leona, te vagy a szégyen az iskolánk számára. Leona, a diákjaink a legjobbak. Ne halljam még egyszer, világos? Világos. És most elmondom a tegnapi teszt eredményeit. Biztos vagyok benne, hogy az enyém lett a legjobb. Kúzja 4-es, Kitty csillagos 5-ös, Luna 4-es és Leona 1-es. Mi? Miért 1-es? És most mindenki pihenhet. Nika tanárnő, nem tudom elfogadni az 1-est. Akkor várlak suli után, hogy újraírd. Meg tudjuk valahogy máshogy oldani? Leona, azonnal tedd el a pénzt. Nika tanárnő, tényleg ki kell javítanom az osztályzatot. Szuper, fogadj magadnak egy oktatót ebből a pénzből, és gyere ismételni az órák után, a pihenőben várlak. Szóval, mit engedhetek meg magamnak? Nagyon ennék valamit. Érdeklődni szeretnék, hogy meg lehet-e venni az édesség felét. Na, miért fagytál le? Nincs elég pénzem, még a legolcsóbb édességre sem. Megosztom veled. Köszönöm, igazi barát vagy. Gyerünk. Tűnés innen, enni jöttem. Ne tettesd magad királynőnek. Én nem úgy teszek, én királynő vagyok. Ugyan kúzja, jobb, ha nem vacakolsz vele. Nem tudom eldönteni, mit szeretnék még. Ezt, vagy ezt. És miért választanék, ha mindent megvehetek? Hú, Leona, nem fogsz szétrobbanni? Nem fogok szétrobbanni. Tiéd lehet a csoki. Srácok, van egy bejelenteni valóm. Tudjátok, hogy ma van Nika tanárnő szüli napja? A fenébe. Hogy felejtettem el Nika tanárnő születésnapját? Szóval ajándék kell neki. Ezt akartam mondani. Mindenki készítse neki ajándékot. Semmi gond. Szia, anya! Tudsz nekem küldeni pár ezret ajándékra? Kell tanárnőnek. Oké, várok. Mit adjak a tanárnőnek? Leona biztos ad neki valami menüt, és én sem maradhatok le. Tudom, Nika tanárnőnek biztosan tetszeni fog. Hé, menj innen, mindjárt készítek egy TikTokot. Ez nem a te privát szobád. Itt akarok lenni, és itt is leszek. Akkor ne zavarj! Mit nézel? Féltékeny vagy? Ha lenne mire, nem vagyok rosszabb a videózásban én sem. Igazán? Nagyon szeretném látni. Gyerünk, várok. Az időm pedig pénz. Nos, és a telefon? Mivel fogsz videózni? Ez milyen telefon? Most látok ilyet először. Telefon, mint egy telefon, normális. Nem gondoltam volna, hogy van, aki nem iPhone-t használ. Kamera van benne? Igen, de már egy kicsit betört. Oké, tessék. Tényleg nekem adod az iPhone-odat? Igen, majdnem egy hónapos már, de úgy működik, mint az új. Szóval szerintem sokkal jobb, mint a tiéd. Jó szórakozást, amúgy is akartam egy újat venni. iPhone. Srácok, nagyon örülök, köszönöm a sok felköszöntést. Nika néni, én is készítettem önnek egy ajándékot. Igazán? Köszönöm. Köszönöm. És mi ez? Ezek kézzel készített fülbevalók. Köszönöm, nagyon szép ajándékok. Tudtam, hogy tetszeni fog. Majdnem elfelejtettem, nekem is van egy ajándékom az ön számára. Nika tanárnő, ez az én szerint születésnapi ajándékom önnek. Mik ezek a kulcsok? Ez az új autója kulcsai. Boldog születésnapot! Egy autót... Nika tanárnő, sürgősen hívd a helikopteremet. Beteg a tanárnő. Hívj egy mentőt! Nem kell mentő, csak sokos állapotban vagyok. Még soha senki nem adott nekem autót. Ez furcsa. Apám minden ünnepre ad egy új autót anyámnak.
Oké, srácok, folytassuk a leckét. Már a Leonának és Kittinek egy prezentációt kellett készítenie. Készen álltok? Igen, persze. Ezt a laptopot kifejezetten erre a bemutatóra vásároltam. Szép munka. Kitti, készen állsz? Bizonyára. Akkor gyere ki a táblához. Te leszel az első, aki elmondja, mit készített mára. Ez egy laptop. Hogyan fogod bemutatni a prezentációdat? Mindent a kezemben tartok. Szép volt, Kitty. Látom, mindent beleadtál. Egy ötöst adok rá. De kár. Srácok, van egy bejelenteni valóm. A jövő hétre meghívást kapott az osztályunk egy kirándulásra. Hát, rég nem voltunk már. Hát, nagyon szeretnék menni. Én is. Várjunk, milyen utazás lesz? Ez egy kirándulás a botanikus kertbe. Imádom a növényeket. Fejenként $2 kell adnotok. Basszus, még sohasem láttam ekkora pénzt. Jó, megyek. És én is. Tréfálsz velem? Nem megyek ilyen olcsó utazásra. Normális kirándulás. Ha valaki megtudja, hogy ilyen olcsó kiránduláson voltam, az fogja hinni, hogy csóró vagyok. Oké, Leona, mit javasolsz? Azt javaslom, hogy menjünk el legalább Párizsba. Sok pénzbe kerülne az. Így van, nem tudunk menni. Az sem biztos, hogy el tudok menni a botanikus kertbe, nemhogy Párizsba. Tartsunk egy szavazást, tegye fel a kezét, aki a botanikus kertbe akar menni. És ki az, aki Párizsba? Szerintem kézenfekvő a választás. Párizs minden srácnak túl drága lenne, úgyhogy menjünk a botanikus kertbe. Csak a pénzről van szó. Csak szóljatok, nekem ez csak egy fillér, kifizetem az egész osztálynak. Azta, nem hiszem el, hogy tényleg Párizsba megyünk. Igen, mondjunk köszönetet Leonának ezért. Köszönöm, Leona, mindig is arról álmodtam, hogy egyszer Párizsba megyek. Ennek a nagy lelkű gesztusnak a tiszteletére azt javaslom, hogy tartsunk majd egy jelmezes bulit. Hol lesz a buli? Klubban vagy egy jachton? Valójában én arra gondoltam, hogy az iskolában lesz. Iskolában? Ez szívás. Menjünk, az iskolában vannak a legjobb bulik. Igen, nem kell klub. A remek, a kísérők felkészítik az osztályt a bulira. Kitty és Leona pedig ma szolgálatban vannak, mindenki más szabad lesz. Te söpörsz, én pedig elrendezem az asztalokat. Nem, nem én vagyok a takarító itt. Nyerünk, mindenki ügyeletes a suliba. Elhívom a takarító szolgálatot, és nem kell ügyeletesnek lennem. De kit akarsz te eltakarítani? Azta, soha nem hallottad még a takarítás szót? Ez a takarítás, felhívod a takarítónőt, kitakarít, még soha nem takarítottam egy házat se. Ki is fizeted? Igen, $100. És mi lenne, ha nekem fizetnél, és én magam kitakarítanék mindent? Oké, ez eldőlt, takaríts fel, én pedig megyek zenét hallgatni. $100 nagyon sok pénz, tudok venni kenyeret, vajat, szénsavas vizet otthonra. Anya meg fog döbbenni, nagyon fog örülni neki. Hé, Leona, te házatod is kitakaríthatom pénzért cserébe? Legalább csak gondold át! Figyelmen kívül hagysz engem? Mit akarsz tőlem? Zenét hallgatok. Kinek akarsz hazudni? Vezeték nélküli fülhallgatód van? Hogyan tudsz ezzel zenét hallgatni? Nem tudod, mi az az AirPods? Milyen kínos. Nem, még soha nem láttam hasonlót. Ez egy csoda! Azta. Remek munka, tessék! Először látok ekkora pénzt a kezembe. Az osztályterem készen áll, már csak a jelmezes partit kell előkészíteni. Nincs jelmezem. Ebből vehetsz magadnak jelmezt. Most adtam neked oda $100. Inkább másra költöm a pénzt, majd valahogy megoldom a jelmezt. Ahogy akarod. A legjobb jelmezt akarom. Halló? Ez Donatella Versace? Jelmezt szeretnék rendelni öntől. Legyen neked Versace jelmezet, de én sem leszek rosszabb. Anyagokat kell keresnem. Szerencsére tudom, hogy miből lehet nagyszerű jelmezt csinálni. Szóval, csinálok egy kalapot tányérból, papírból készült ruha. Valaki kidobott egy sorsjegyet. Elviszem magammal, hát ha nyerek valamit. A szemetesben turkálsz? Most elküldöm mindenkinek az iskolába. Ne küld, kérlek! És mit kapok érte? Mire lenne szükséged? Gazdag vagy, mindened megvan. Egy kérésem lenne számodra. Oké, bármit megteszek, hogyha nem kell hozzá pénz. Te kiváló tanuló vagy, jól megírtad a tesztet. Hát igen, próbálok tanulni. Ki kell javítanom az egyesemet. A tanárnő vár rám a pihenőszobában. Segítenél? De tudni fogja, hogy nem a te munkád. Ne félj, nem fog rájönni. Kövess engem.
Szerinted ez működni fog? Természetes, hogy működni fog. Nem tetszik ez az ötlet. Ha sikerül, akkor adok még $100. Megfelel? De ez nem igazságos. Igazságos vagy nem, kit érdekel? Hát rendben, indulok. Nika tanárnő, az ismétlés miatt jöttem. Remek, fogd meg a feladatlapot és old meg. Csak könnyű kérdések vannak, hamar kész lesz. Szép volt, Leona, végre összeszedted magadat. Nos, kész van. Megcsináltad, akkor add be. Nem tehetem, nem lenne igazságos. Mit csinálsz? Nem fogok hazudni. Ó, mi ez? Elküldöm mindenkinek a fényképet, és nem fogok adni $100. Nincs rá szükségem. Mindig szegény leszel. Nem hiszem el. Mi van ott? Nyertem $1,000,000 a lottón. Gazdag vagyok. Akkor most gazdagabb vagy nálam? Fogadjunk. Srácok, szeretnétek milliómosok lenni? Tegyél egy lájkot, ha igen. És írd meg kommentben, hogy mit vennél, ha lenne $1,000,000. Sziasztok!